Hamarosan kátyúznak, hivatalosan is lezárta a téli útüzemeltetési időszakát a Magyar Közút. A burkolathibák végleges javítása áprilisban kezdődik el. Már nézhetik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 256 ezer SZIA bevallási tervezetet készített el a NAV, amelyet május 22-ig lehet korrigálni. Ulánusok a múzeumban. A kiállításon a lengyel könnyűlovas katonák két világháború közötti történelmét ismerhetik meg a látogatók. A Magyar Közútnál is vége a télnek, hamarosan indul a kátyúzási szezon. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Múlt csütörtökön hivatalosan is lezárta a téli útüzemeltetési időszakát a Magyar Közút. A társaság csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 6000 tonna sót szórt az utakra. A társaság megyei igazgatója televíziónknak elmondta, a hideg téli időszak rengeteg kátyút hagyott maga után, a burkolathibák végleges javítása áprilisban kezdődik el. Ezek a felvételek még a februári hidegben készültek, a téli időszak a legnagyobb ellensége az útburkolatoknak. Akár egy-egy hajszánrepedésből is jelentős kátyú alakulhat ki, hiszen a csapadék befolyik a réseken, az a hideg miatt megfagy és tovább repeszti az aszfaltot. A nagy mínuszok után tavasszal sok kátyúval találkozhatnak a közlekedők. Ezek a friss felvételek a Nyírjes felé vezető bekötő útnál készültek, itt tábla figyelmeztet a burkolathibákra. Az útszakaszt hamarosan felújítják a Magyar Közút munkatársai. A társaság megyei igazgatója azt mondta, hivatalosan is lezárták a téli útüzemeltetési időszakot. Hét mérnökség 53 kombinált géppel végezte a sikosságmentesítést és a hóeltakarítást ebben az évben. 247 fő dolgozott folyamatosan a nap 24 órájában, biztosította ezeknek az eszközöknek a védekezési feladatait, védekezési tevékenységét. A téli időszakban több mint 6000 tonna útszórósót használtunk fel, és több mint 1000 tonna kálciumklorid oldatot, amely a tapadás, illetve a sikosságmentesítés fokozott biztosítása érdekében történt. Az elmúlt hetekben, hónapokban is végeztek kátyúzási munkákat, ám a burkolathibák végleges javítására még várni kell pár hetet. A végleges javításokat az aszfaltkeverő telepek beindítása után április 3-ával tudjuk megkezdeni, és megyei szinten ebben az évben 13.500 tonna keverék beépítését tervezzük. Ebből 11.000 tonna lesz, ami nagyfelületi javítás és finiseres munkavégzés, a többi pedig kézi kátyúzásként építik be a kollégák. A megyei igazgató hozzátette, országosan 100 milliárd forintos felújítási projekt listát állítottak össze. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben az évben mintegy 20 kilométernyi főút és 70 kilométernyi mellékút újul majd meg. Többek között a 41-es és a 38-as számú főúton is terveznek felújításokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 256 ezer SZIA bevallási tervezetet készített el a NAV. A dokumentumokat érdemes átnézni, hiszen ha valakinek a munkáltatók, kifizetők adatai között nem szereplő jövedelme is volt, például lakáskiadásból vagy le nem nyilatkozott családi kedvezményből, azt önmagának kell módosítania. A tervezet május 22-ig korrigálható. Szinte minden nap teltházas a NAV ügyféltere, a legtöbben SZIA bevallásokat intézik, pedig az úgynevezett e-SZIA egyszerűen elérhető. Azoknak a magánszemélyeknek nyújt lehetőséget a bevallás teljesítésére, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást, vagy azt a munkáltató nem készíti el részükre, illetve nem akarják maguk elkészíteni a bevallást, és a legfontosabb, hogy van ügyfélkapujuk. A bevallás tervezeteket a NAV már elkészítette, az ügyfélkapun keresztül elérhetőek a dokumentumok, és ha minden megfelel, akkor azt jóvá kell hagyni. Azonban, hogyha valami hibát találnak benne, valamivel ki szeretnék egészíteni, teszem azt családi kedvezményt, nem vesztek igénybe, vagy éppen igénybe szeretnék venni, és meg szeretnék osztani a szülők egymás között, vagy lakáskiadásból származó egyéb jövedelemmel rendelkeznek, amit esetleg a munkáltató kifizetők nem jeleztek felénk az adatszolgáltatásaikban, akkor ezt a kiegészítést meg kell tenniük. Ezzel a kiegészítéssel lesz majd teljes a bevallási tervezetük.
illetve hogyha semmilyen kiegészítést nem tesznek május 22-éig, akkor az adózóknak ezt a tervezetet bevallásnak fogja tekinteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Sokan postai kézbesítést kértek, 32.500 adózó legkésőbb május 2-áig kapja készhez az SZIA bevallási tervezetét, a kérelmezési határidő azonban már lejárt. Azok, akik nem igényelték ezt a postai kézbesítést, és ügyfélkapuval sem rendelkeznek, részükre is elkészítettük a bevallási tervezetet, hiszen 256.000 bevallás tervezetet készítettünk el itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ők, hogyha az ügyfélszolgálaton jelzik azt, hogy szükségük van rá, akkor át tudják venni személyesen. Az SZIA bevallási tervezetek május 22-e éjfélig korrigálhatóak. Az ulánusok életét bemutató vendégtárlat érkezett Minszk Mazoveckiből a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. A kiállításon a lengyel könnyűlovas katonák, azaz az ulánusok két világháború közötti történelmét ismerhetik meg a látogatók. A fotók és festmények mellett többek között korhű egyenruhák és nyergek is érkeztek a múzeumba. A megnyitót a lengyel hagyományőrzők fegyveres bemutatóval zárták. Ezt a bovországyút használták a lengyel csapatok 1939-ben a II. Világháború kitörésekor. Ezt is bemutatták a lengyel hagyományőrzők sok más fegyver mellett a Benc úr téren szombat délelőtt. Minszk Mazoveckiben működik a 7. ulánus ezred baráti köre, ezen belül egy történelmi rekonstrukciós csoport, ők gondozzák ezeket a fegyvereket. A lengyel ulánus olyan, mint a magyar huszár, vagyis könnyűlovas katona. Többek között a hasonlóság miatt szerettek volna egy vendégtárlatot szervezni Nyíregyházán. Amikor én kijártam tavaly Minszk Mazoveckibe, ott az ulánus múzeumban vittek minket, és olyan jó barátságba keveredtem az igazgatóval, Lesek Celejjel, és mondom, hogy Nyíregyházán vannak huszárok. Lehetnének itt ulánusok is? Azt mondja, persze. És akkor tulajdonképpen így jött össze, és kértem, hogy akkor ha jönnek, akkor úgy jöjjenek, hogy sok tárgyat hoznak magukkal, hiszen ugye a fotó az egy dolog, de az, hogy lássa az ember, meg megérinthesse egy ulánus egyenruhát, egy fegyvert, láthatja a felszerelését, a nyergeket, hiszen ezek lovaskatonák voltak. Az ulánusok főfegyvere a lándzsa és a szabja volt, ezeket is láthatják az érdeklődők. A fotók és festmények pedig a két világháború közötti időszak mindennapjait elevenítik fel a látogatók előtt. A tárlatot a március 23-ai Lengyel-Magyar Barátság napjához közeli időpontra tervezték. A Nyíregyházára érkezett emlékek a lublini 7. ulánus ezredhez kötődnek. Prezentujemy oryginalne zdjęcia rejestrujące życie siódmiaków. Olyan értékes tárgyakat hoztunk ide, mint például az ulánus nyergek, amelyet a lovaskatonák használtak, illetve személyes tárgyak és különböző egyenruhák, amelyek segítségével megismerhetik a különböző időszakok öltözeteit és a katonák mindennapjait. W okresie 1918-1939 roku. A lengyel ulánusok története egészen a 18. század elejére nyúlik vissza. Az első ezredet 1720-ban hozták létre. A nyíregyházi kiállításra érkezett emlékek főleg a két világháború közötti időszakot mutatják be. Lengyelország 1918-as függetlenné válása után is jelentős szerep hárult az ulánusokra a hadseregben. Az ő emléküket őrzi a lublini 7. ulánus ezred. A vendégtárlat június 5-éig látogatható a Józsa András Múzeum első emeletén. A mai kor emberének feladata, hogy átadja a történelmi emlékeket a fiatalok számára, hangzott el az 1956 Szatmárban című rendezvény sorozat Szamosújlaki állomásán. A Szatmári Szellemiség háza vendége Wittner Mária szabadságharcos volt, aki nem mindennapi életéről mesélt a hallgatóságnak. Wittner Mária szabadságharcos volt Szamosújlak vendége szombat délután. Az 1956 Szatmárban elnevezésű rendezvénysorozat soros állomásán Tilki Attila országgyűlési képviselő beszélgetett a 61 évvel ezelőtti forradalom idején harcoló felkelővel. A legfontosabb feladata a mai kor emberének az, hogy amit tud az előttünk lévő időszakra, azt próbálja meg átadni a fiatalok számára. Ezért is örültem annak, hogy a 56-os emlékév kapcsán nagyon sok rendezvény valósult meg, nem csak a térségben, nem csak a megyében, hanem országosan is. És sok olyan kisembert ismerhetett meg a hallgatóság, kisember, aki hős lett 1956-ban. Wittner Mária az 1956-os forradalom és szabadságharc aktív résztvevője volt már az első naptól kezdve. Szamosújlakon azzal kezdte történetét, hogy amikor csatlakozott a felkelőkhöz a Magyar Rádió ostrománál, még nem gondolkodott azon, miért kell mennie. Segített a sérültek ellátásában, de a fegyveres összetűzésekben is részt vett.
A november 4-i szovjet invázió során megsebesült az aknarepeszektől. A szabadságharcost 1957-ben letartóztatták, következő évben halálra ítélték. Végül életfogytig tartó szabadságvesztésre módosították büntetését, majd 12 év után, 1970-ben szabadult. Tud az ember különbséget tenni jó és rossz között. Amikor az ember igazán felszabadultnak érzi magát, meg amikor az embernek lenyomják az érzéseit. Szóval én nem is azt mondom, hogy mindig lázadó típus voltam, de tatós gyerek voltam. És gondolkodik is az ember. Azért van, vagy ahogy gondolkodjon. Bár ma keresek. Nagyon sokan nem használják az eszüket, meg különben meg a gondolkodásukat, meg a mérlegelés. A mérlegelés jó és rossz között. Ez azért megvolt bennünk. Wittner Mária a politikai életben is aktív, a 2006-os és 2010-es országgyűlési választásokon a Fidesz országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot. 1991-ben megkapta a magyar állam egyik legjelentősebb kitüntetését, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, valamint 2006-ban neki ítélték a Szent István díjat is, amelyet azok kaphatnak, akik a magyarság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek. Kigyulladt egy 100 négyzetméteres csárda tetőszerkezete hétfőn hajnalban a 4-es számú főút mellett Záhonyban. A helyi katasztrófa védelmi őrs mellett Kisvárdáról és Cigánról érkeztek hivatásos tűzoltóegységek, akik több vízsugárral oltották el a lángokat. Az épületből egy PB gázpalackot is kihoztak, a tűzben senki nem sérült meg. Sing 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 másképpen címmel musical összeállítást láthattak a színházbarátok vasárnap Nyíregyházán. A produkcióról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Rangadót nyerte a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának 4. helyén álló kék cápák a bajnokság 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen 74-64-re verték a 2. helyezett Meavc csapatát. Egy pontot szerzett Békés Csabán a kisvárdai futballcsapat. A labdarúgó NB2 26. fordulójában lejátszott mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. Sing 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 másképpen címmel musical összeállítást láthattak a színházbarátok vasárnap Nyíregyházán. A Szakál Attila által rendezett produkcióban népszerű dallamok csendültek fel budapesti és nyíregyházi színészek előadásában. Vastag Csaba próbál a Móricz Zsigmond Színházban. Ő az egyike azoknak a művészeknek, aki a kezdetektől részese a produkciónak. 2009 óta számos teátrumban is bemutatták már azt a musical show-t, amelyben olyan ismert előadások dalai hallhatóak, mint a Róma és Júlia, a Diótörő, a Párizsi Notre Dame, az Elizabeth, a Rudolf és a Gríz. Alapvetően fontos az, hogy milyen hangok vannak benne, tehát maga a szereplőkön is múlik, hogy milyen dalokat, mert körülbelül egy olyan 4-5 előadást nyit raktunk már össze számok mennyiségét tekintve, tehát ennek az ötszörös idejét tudnánk kijátszani. De természetesen nem minden hang passzol minden énekes színészhez. Ennek megfelelően megpróbáltuk a nyíregyházi verziót az itteni verzióra ráhúzni, az itteni lehetőségekre ráhúzni. A nyíregyházi művészek Horváth Margit, Nyomtató Enikő, Gulácsi Tamás és Horváth Sebestyén Sándor mellett színpadra lépett Füredi Nikolett, Buch Tibor, Vastag Csaba és Mészáros Árpád Zsolt is, aki mindig boldogan tér vissza szülővárosába. 27 évvel ezelőtt kezdtem a pályámat, úgyhogy mindig, amikor ide jövök, akkor van bennem egy kis nosztalgikus hangulat. És hát azt szoktam mondani, hogy a régi barátokat vagy a régi kollégákat, azt általában ott kezdjük a beszélgetést, ahol abba hagytuk annak idején, úgyhogy ez is egy nagyon jó dolog. Félszavakból megértjük egymást, hiszen olyan vagyunk, mint egy nagy család, úgyhogy én nagyon szeretek ide jönni. Most egy picit több az elvárás, hiszen picit jobban izgulok, hiszen most nem egy felfűzött művet adunk elő, ami egy dramaturgai ív mentén bandukol, és van egy eleje, és van egy vége. Hát nekünk is van elejünk és végünk, de itt azért sok musical, sok zenés darabból mutatunk be részleteket, amik,
amiket nagyon, nagyon pontosan és nagyon profin kell levezényelnie mind a hangtárnak és a szcenikának. Az előadás március 26-án és áprilisban is látható majd a Móri Zsigmond Színházban. Rangadót nyert a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B keleti csoportjának negyedik helyén álló kék cápák a bajnokság 20. fordulójában lejátszott mérkőzésen 74-64-re verték a második helyezett Meavc csapatát. A sorozatban hetedik győzelmüket szerző nyíregyháziak szombaton a Hódmezővásárhelyt fogadják. Jól kezdte a mérkőzést a hazai együttes, a miskolciak 15-5 után kezdtek zárkózni, de az első negyedet így is 4 ponttal nyerték a kék cápák. A második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. A nagy szünet után 10 pont fölé kúszott a különbség, de a vendégek nem adták fel, és igyekeztek közelebb kerülni ellenfelükhöz. A nyíregyháziak viszont minden alkalommal újítani tudtak, így végül magabiztosan nyerték meg a küzdelmes mérkőzést, sorozatban 7. győzelmüket aratva. Nagyon örülök a győzelemnek, annak meg pláne örülök, hogy több mint 1 ponttal tudtuk megverni a Miskolcot. Ugye ez egymás utáni győzelem vereség arányban nagyon fontos nekünk, és örülök, hogy a közönség ilyen szép száma jött ki a mérkőzésre, és ilyen jó szurkolás volt, jó hangulat. Miskolcon is nagyon kemény hajtós mérkőzés volt, tudtuk, hogy keményen védekeznek. Nekünk is most jól jött össze a védekezésünk, főleg az utolsó évben nagyon jól védekeztünk, és szerintem ennek köszönhetjük a győzelmünket. A vendégek edzője szerint megérdemelt volt a hazai győzelem, mivel csapata az egész mérkőzésen csak futott az eredmény után. A mai napon a Nyíregyháza jobb volt, ezúttal is gratulálok nekik. Sajnos elég rossz ritmusban kezdtük a meccset, és ott a kezdeti különbséget a szélig tudták tartani. Amikor kicsit közelebb jöttünk, akkor rossz döntéseket hoztunk, és nem tudtunk egyenlíteni, illetve átvenni a vezetést. Az egész mérkőzésre kivetít a mezőny dobómutatónk az pocsék volt, és így gyakorlatilag a végjátékra már esélyünk sem volt. A nyíregyháziak csapatkapitánya annak örült, hogy szép számú közönség előtt tudtak nyerni egy erős rivális ellen. Elég feszültek voltunk mi is, és a Miskolc is. Nagyon fontos volt nekünk a győzelem, de szerintem nekik is ugyanúgy. Először is szeretnék ezzel a győzelemmel a csapat nevében Siska Jánosnak boldog születésnapot kívánni, illetve szeretném megköszönni Bús Ivánnak, hogy vállalta a játékot, hiszen sérülés szenvedett a délelőtt folyamán, és kérdéses volt a játéka. Rengeteget segített, és hogyha ő hiányzott volna a csapatból, akkor úgy hiszem, hogy nagyon nehéz mérkőzés várt volna ránk. Így se volt könnyebb, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelemért, és talán egy kicsit a hazai pálya és az, hogy mi kevesebb hibával játszottunk, meghozta a kellő sikert, és nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. A forduló további eredményei a következők: Békés-Salgótarján 89-73, Budapesti Honvéd Tiszaújváros 78-60, Óbudai Kaszásokeger 64-70, Hódmezővásárhely Nagykőrös 99-52 és Debrecen Mavc 2 114-55. A tabella élén a Debrecen áll 16 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 15-5-ös mutatóval rendelkező Miskolcot. A harmadik Hódmezővásárhely és a negyedik Nyíregyháza Blue Shark eddig 14 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. A kék cápák szombaton a Hódmezővásárhelyt fogadják. Egy pontot szerzett Békés Csabának a kisvárdai futballcsapat. A labdarúgó NB2 26. fordulójában lejátszott mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult. A hétvégén nem rendeznek fordulót a másodosztályban, a várdaiak viszont pénteken pályára lépnek, akkor pótolják a Szolnok elleni elmaradt hazai meccsüket Gosztonyék. Két győztes hazai mérkőzés után utazott a legutóbbi két meccsén vereséget szenvedő Békés Csabához a Kisvárda. A vendégek szakmai stábja alaposan felforgatott csapatot küldött pályára, a Sopron elleni kezdő 11-ből mindössze Iváncsics kapus és Lukács maradt hírmondónak 9 új futballista mellett. A találkozó elején a Kisvárda előtt adódott több lehetőség, aztán kiegyenlítődött a játék. A második félidőben nem történt sok jelentős esemény, viszont az utolsó előtti percben megfogyatkozott a Kisvárda, második sárga lapja után Horváth Zoltánt állította ki a játékvezető. A vendégek így emberhátrányban fejezték be a meccset, amelyen 1 ponttal gazdagodtak. Minden adott volt ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést, az első félidőben kimondottan, hisz volt 3-4 olyan nagy helyzetünk, amit gólra kellett volna váltani, sikerült is egyet ugyan, de az ilyen határeset lehetett lesz, én azt nem adták meg, aztán végig kontrollra tartottuk a játékot, jó játszottunk kimondottan, hisz
frissebbnek tűnt a társaságunk, erre is készültünk, hiszen az egyhetes sorozat ez minden csapatnak az élethalál harcban nagy kihívást jelent. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg-Balmazújváros 4-1, Cigánd-Szolnok 1-1, Vác-Budaörs 2-1, Moson-Magyaróvár-Cegléd 0-1, Siófok-Grosics Akadémia 1-1, Nyíregyháza-Spartakusz-Dorog 0-1, Szeged-Puskás Akadémia 1-1, Sopron-Kozár-Misleny 1-1 és Csákvár-Soroksár 1-1. A tabella élén az 52 pontos Puskás Akadémia áll, megelőzve az 50 pontos Soroksárt. A 42 ponttal 5. helyezett Kisvárda pénteken pótolja a 22. fordulóban elmaradt Szolnok elleni hazai meccsét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A magyar közútnál is vége a télnek, hamarosan indul a kátyúzási szezon. Múlt csütörtökön hivatalosan is lezárta a téli útüzemeltetési időszakát a magyar közút. A társaság csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 6000 tonna sót szórt az utakra. A társaság megyei igazgatója televíziónknak elmondta, a hideg téli időszak rengeteg kátyút hagyott maga után. A burkolat hibák végleges javítása áprilisban kezdődik el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 256 ezer SZIA bevallási tervezetet készített el a NAV. A dokumentumokat érdemes átnézni, hiszen ha valakinek a munkáltatók, kifizetők adatai között nem szereplő jövedelme is volt, például lakáskiadásból vagy le nem nyilatkozott családi kedvezményből, azt önmagának kell módosítania. A tervezet május 22-ig korrigálható. Az ulánusok életét bemutató vendégtárlat érkezett Minszk-Mazovickiből a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba. A kiállításon a lengyel könnyűlovas katonák, azaz az ulánusok két világháború közötti történelmét ismerhetik meg a látogatók. A fotók és festmények mellett többek között korhű egyenruhák és nyergek is érkeztek a múzeumba. A megnyitót a lengyel hagyományőrzők fegyveres bemutatóval zárták. A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel kedd este jelentkezünk, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős, de meleg időre számíthatunk. Nyugat felől változó nedvességtartalmú, egyre enyhébb levegő áramlik fölénk a következő napokban. Az éjféli órákban többnyire erősen felhős lesz az ég, hajnalban párássá válik a levegő, kisebb eső is előfordulhat, a déli szél mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok lesz fölöttünk a felhő, de mellett napos időszakok is várhatók, kisebb esőzápor egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás érezhető térségünkben. A következő napokban főként gomoly és fátyol felhők zavarják majd a napsütést. A hét közepén is lehetnek kisebb esők, záporok, de alapvetően tavaszias meleg időre van kilátás. Fagyra nem kell számítani, a legmelegebb órákban pedig 20 fokig melegszik a levegő, lehűlés vasárnaptól várható. Ma van a tavaszi napi egyenlőség napja, azaz a nappal és az éjszaka egyenlő hosszúságú.